Sziasztok, én Molnár Matyi vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek a top 10 helyet Tokióban. Foglalkozunk az építészettel, megnézzük, hogy hogyan találkozik a japán modern, a hagyományokkal, és adok nektek pár jó tippet, hogy egyszer ide látogatok, mi az, amit semmiképp sem érdemes kihagyni. Így az olimpia alatt turisták nélkül nagyon jól bejárható a város, úgyhogy induljunk is el, nézzük házakat, parkokat, fotóhelyeket, és mindent, ami látványos. Meg is érkeztünk Tokiónak a legesleg központibb részére, ami egy majdnem 2,5 négyzetkilométer kiterjedésű óriási parkosodott terület, így a beton dzsungel közepén. Nagyon durva, hogy ekkora területet meghagytak ennek, és ebbe tényleg nem nyúlnak bele, hanem ilyen természetesnek meghagyták ezt a részt, fákkal, pagodával. Nem sok mindent tudsz itt csinálni, de azért ide el kell jönni. Amúgy én elsiklottam afelett a részlet feled, most tájékoztattak, hogy egyébként Japánban még mindig császárság van, és nemrég vette át egy új császár a hatalmat. Nem egy rossz munkakörnyezet szerintem. Ez a Sztálin szobor. Annyira nem oltári látványosság ez a császári palota, de egy jó sétára mindenképp tökéletes. Azt, hogy ilyen kis hidakon megyünk át, ilyen pontyos, teknősös tavak felett, ez nekem nagyon tetszik Japánban. Tokió központjában itt a házak között megbújik egy óriási torikapu. Vajon mi lehet ez? Elárulom, ez egy Shinto szentély, a Hies Shrine-ba érkeztünk. Hajaj! Ez nagyon jól néz ki! Kyotóban mondjuk már voltam egy 15-ször ekkora, ugyanilyen narancs, pálcikás Shinto szentélyben, viszont Tokióban ez talán a legszebb. Ilyen torikapukat állítottak, itt is van vagy 1000, ilyen kis feliratok vannak rajta, hogy ki minek az emlékéül adományozta őket. Kellemes a hőségből ide bemenekülni egy ilyen kis alagút rendszerbe. Egy tetején van az egész szentély, torikapuk vezetnek ide fel a templomokhoz. Nagyon kellemes meglepetés nekem, hogy ez létezik. A tesóm, aki 5 éve Tokióban él, még ő sem volt itt, úgyhogy ide mindenképp érdemes eljönni. Én már látom, mindjárt mutatom. Az Eiffel-torony teli koppintás és a japán színekbe, figyeld! Hát ez meglepően magas, én nem így emlékeztem rá. És egyébként az a vicces, hogy az Eiffel-torony tartotta a magassági rekordot, és aztán erre tettek egy antennát, hogy 9 méterrel megdöntsék azt. Hát ilyenek ezek a japánok. Amúgy meg szerintem felmenni nem fogunk, mert annyira nem izgi, de azért el kell jönni ide is, hogyha a Tokióban van az ember. Vagyunk a Shibuya Crossing átkelő helyen, ami a világ legforgalmasabb és méltán világhíres kereszteződése átkelő helye, ahol folyamatosan ömlenek át az emberek. Hop, mi az ott? Hajrá, magyarok! Kint vagyunk az óriás kijelzőn, ezt figyeljétek! A nagykövetség gondoskodott róla, hogy Shibuyában egy óriás kivetítőn kapjunk egy reklámot, úgyhogy köszönjük szépen nekik! Így, hogy semmilyen külföldi turista nincs, még így is ennyien vannak. Na de ahhoz, hogy lássátok, hogy mi is ez az egész, nézzük meg felülről inkább. Csak egy méregdrága indivalót kell venned, és már is kijuthatsz a tetőre, ahonnan felülről megnézheted a sok kis cuki hangyát. Szóval ez volt itt a város szíve, elég hangulatos szerintem.
Van Japánnak egy nagyon híres kortárs építésze, Kengo Kuma, akinek világszerte rengeteg csodálatos alkotása található, de itt Tokióra koncentrálva még több van, például a Nezu Múzeum, és mindjárt megyünk át a Sunny Hills-be, úgyhogy megnézzük pár épületét. Na ezt figyeljétek itt mögöttem, ilyen épületeket nem mindenhol látni, ez is Kengo Kuma műve. Egy beton üveg magra, egy ilyen külső faburok van húzva. Nézzünk is be. Hinoki fákból készül, ilyen óriás mamut fenyőszerűség. És egyébként érződik is benne az illat, bár a maszk kicsit lefogja, de hogy ilyen nagyon jó, ilyen fenyő szagú az egész. Itt vagyunk Akaszakában, egy lakónegyedben, és tök jó példa arra, ezek is utcácska, hogy mégis hol élnek a japánok, milyen házokat építenek. Ez itt mögöttem egy aranyos kis tradicionális faház, általában ilyen kicsi szobákkal, fából készült, földrengést jól bíró kisházakban laknak, inkább vidéken. A városban jellemző ez a vasbeton szerkezetes, ilyen panelszerű társas ház. Ezek egészen ilyen 10-20 emeletekig terjednek, ebben is nagyon kicsi szobák vannak, földrengést ezek is kibírnak, ugyanis ilyen gumis csillapító szerkezetekre van építve az egész. Földrengés egyébként általában, hogyha jól tudom, akkor azért havi rendszerességgel elő szokott fordulni így itt-ott. Tokióban már viszonylag rég volt ilyen nagyobb, de azért fel kell rá készülniük, hogy egyszer csak jön egy ilyen katasztrófa, mert az egész sziget az lemez határokon fekszik. Ott fönt pedig látszik, hogy azért nem fékezi meg ez egyáltalán őket abban, hogy nagyon magasra építkezzenek. Jól megvannak azok is oldva, üvegből, modernen az egész is. Van pár csúnyaság, de maga az, hogy a növényekkel ilyen szépen kirakosgatják, meg mindenhol figyelnek arra, hogy rendben legyen és tiszta legyen, emiatt kellemes mindenhol sétálgatni az utcán. Így azért, hogy Tokió vonzás között összesen több mint 30 millió embert számlál, elég jól meg kell oldaniuk helytakarékosan a dolgokat, és a parkokat nem azt, hogy beépítenék, hanem azokat meghagyják, tehát inkább fölfele próbálnak terjeszkedni. És a metrókat, meg az utakat, meg vagy leviszik, vagy azokat is felviszik a házak közé, az autópályákat. Igen. Szóval összességében csak annyit lehet erre elmondani, hogy okosan meg van csinálva, hatékonyan. Mi történik, hogyha van egy földrengés? Te akkor mit csinálsz? Először is, amikor elkezd rengeni, akkor próbálom megállapítani, hogy oké, ez most nagy lesz, mert hogyha egyre erősödik, akkor egyből bebújok az asztal alá, ha pedig marad kicsi, akkor csak megvárom, aztán még pár percig aggódom, de általában azzal vége is van. Itt vagyunk a Roppongi negyedben, buli helyek, jó autók, felhőkarcolók, bizniszmenek. Igazából annyira nem egy turista hely, de az egész negyedben van sok látványosság. Például ilyen installációkkal is találkozhat itt az ember. Ez például Murakami Takeshinek a virág embert ábrázoló szobra. Van ilyen pókica is. Ezt figyeljétek, itt vagyunk egy tokiói építési terület közepén. Így születik a város. Még a 64-es olimpia előtt után volt egy ilyen nagy gazdasági boom, amikor sok-sok új épület épült, modernizáció, Japán tényleg ilyen fellendülő korszakában volt, és egyébként a 20-as olimpiával ezt a fejlődést próbálták újra jelképezni. Ugye egy kicsit megbélyegezte a Covid, már annyira nincs hova fejlődni, tehát már most is nagyon modern minden. Ezért az idei olimpia már lehet, hogy nem okoz akkora fellendülést, viszont így is örülünk neki, hogy megtartják, és hoppá, na látjátok, ilyen kocsik is vannak itt. A Roppongi negyedre jellemző, hogy mindenki sarkon található egy kiállítás vagy installáció. Itt a Nemzeti Művészeti Galériánál zárjuk most a kört. Itt Japán legnagyobb kiállítótere van, 4 emeleten keresztül mindenfélet meg lehet csodálni. Nekünk most nem, mert bezárt, de megyünk is tovább. Shinjukuban vagyok most. Ez Shibuya után a másik ilyen, kicsit egy ilyen leutánzása az egésznek, egy ilyen turista zóna szintén, hasonló, nagyon sok bolt van, lehet játéktermekben játszani, vásárolni, de amiért mi jöttünk, az még egy kicsit odébb van, hátra, egy ilyen kis Shigatoba. Nagyon érdekes hely, igazán japános, és most azt fogom nektek megmutatni. Ez volna itt a Memory Lane, minden kis boltocska zárva van benne, de mindegy, azért hangulatos, nyilván ez Covid idején ilyen. Ilyen kis éttermek egy ilyen nagyon kicsike sikátorban, és ez egy fullos fotóhely, úgyhogy mindjárt lövünk is itt valami képet. Ezt nézzétek. Egy hónapja volt itt egy fesztivál, ahol is ezeket a kis szerencse cucmókat akaszgatták rá a bambuszokra. Ja, itt mindig amúgy történik valami kis aranyosság, amikor érkeztünk, akkor meg akkor is valami ünnepük volt, és akkor meg ilyen lampionokat engedtek föl. Ez itt a vége a Memory Lane-nek.
Még ezt az egyet itt meg akartam nektek mutatni. Egy banknak a belseje. De nem is az a lényeg, hanem hogy egy ilyen háromszög alakú formációt alkottak itt az építészek. Egész épületben egy nagy űrtátong is 100 méter magasban megy fölfelé. Szóval, ha valaki szeret felhőkarcolókat nézegetni, akkor itt van a helye Shinjukuben, mert itt 100 ilyet talál, és közte nagyon jól el lehet sétálgatni, gyönyörködni a különböző formákban, meg napközben, amikor rohadt meleg van, akkor jó árnyékot adnak. Asakusában vagyunk, ez is mindenképpen a top 10 hely közé tartozik, viszont ezt már egy korábbi videóban bemutattuk nektek, úgyhogy most csak röviden. Itt már voltunk, tehát még nagyon sok van. Egyébként nehéz is kiemelni egy legjobb templomot, ugyanis tele van a város szebbnél szebbekkel. Nem az, hogy egy-két nevezetesség van, ami jól néz ki, hanem így minden unblock, hogyha elmész sétálni, akkor mindig van mit nézni. A Meiji szentélyt is megnéztük, mindegyiknek megvannak az egyedi vonásai és történetei. Nagyon furcsa most itt lenni, egyrészt azért, mert teljesen üres az egész. Egy-két japán van, aki tényleg imádkozni jön ide, és nem az van, hogy a turisták itt felbolygatják az egészet. Körben véve egy óriási ilyen fenyőerdős, ilyen zöld parkkal, és az egész letisztult. A tokiói öböl partján vagyunk, egy négyzet alakú szigeten, tele van tavakkal és mindenféle növényel. Ez régen a shogunnak volt az ilyen végvára tulajdonképpen, de most egy annyira kellemes helyként funkcionál, van egy kis belépő, de mindenképp megéri. Nézzünk itt körbe! Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én odáig vagyok ezekért a kis csodálatosan rendezett kis fás parkokért. Itt a kertek végében pedig kilátásunk van az egész tokiói öbölre, és az ott az olimpiai falu, pont szemben. Őszintén én most innen beszaltóznék abba a vízbe. Na ez a séta meghatóan gyönyörű. Kicsit már látszik mögöttem egy nagy oszlop. Egy fém szerkezet. 634 méter magas. Nézzük meg! Most vagyunk a torony lábánál, itt látszik az egész szerkezet, nagyon durva. Egy ilyen egész kiállításon megyünk keresztül. Itt is átjön, hogy mennyire innovatív nép a japán. Építésekor ez a világ legmagasabb épülete volt. Szóval sok mindenben a nyugat előtt járnak. 600 méter per perccel jöttünk fel, és most itt vagyunk az első decken, a Skytree-ben. Teljesen bedugult a fülem. Nézzük gyorsan körben, mindjárt lemegy a nap. Én nagyon félek. Őszintén pont ezzel a helyen nem voltak nagy elvárásaim, mert hát most mi megnézni repülőről is látott föntről a város, de iszonyat jó. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Extra. Fuji is látszik arra, ott a naplemente. Körülöttünk a város. Itt látszanak a tokiói olimpia helyszínei. Ez itt a viccós park, úszópark. El tudod helyezni, hogy tényleg hol vagy, mert akkora ez a város, hogy amúgy ez így el. És az előző még nem minden volt, most jöttünk a legtetejére. A nap utolsó sugarait láthatjuk. 450 méter van sok. Ez még nem a torony legteteje, de eddig lehet feljönni. Most lebegünk a város felett. A torony építéséről meg annyit, hogy engem nagyon az űrhajókra emlékeztetnek, és ahogy jöttünk be, és ki voltak rakva. Háromszög alapja van az egésznek, aztán így valahogy megcsavarodik, és a végén egy kör a teteje. Így fentről valóban látszik, hogy mennyire logikusan épült fel Tokió. A szűkenvet város is 14 millió főt számlál, óriási népsűrűséggel, még sincs káosz. Összességében rendezett, szép, élhető és fenntartható.
Tehát ezek voltak az én kedvenc helyeim Tokióban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a virtuális túrán. Hogyha érdekel titeket még ezernyi exkluzív tartalom innen Japánból, akkor kövessétek a Magyarok csatornáját, iratkozzatok fel, hajrá magyarok, sziasztok!